Dénes Tamás, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke saját bögrét hozott, ebből issza a vizet, amire az van írva, hogy hálapénz kampány, hálát a betegtől, pénzt az államtól. Csak ilyen bögréből iszik? Reggeltől estig? Hát, ahogy mondta, vizet iszunk, tehát nem bort iszunk és vizet prédikálunk, hanem vizet iszunk és vizet prédikálunk. Nem, hanem minden módon próbáljuk népszerűsíteni ezt a hálapénz kampányt, aminek része ez a felmérés is, amiről itt beszélgetni fogunk valójában, hogy mi a hozzáállása a frissen végzett orvos tanhallgatóknak az élethez, ki szeretne Magyarországon boldogulni, ki külföldön, és ha igen, miért, és ehhez hasonló attitűdöket mértünk. Hát általában a frissen végzett orvostanhallgatók sajnos, és ez elég fájó nekünk, akik majd megyünk a kórházba valamikor, hogy külföldön akarnak boldogulni. Mindenféle pozitív dolog ellenére a nagy százalékuk külföldön akar boldogulni, mint egy 70%. Ott foglalkoztat a külföldi munkavállalás gondolata, 21% már rögtön a végzést követően elmenne, és csak 17% jelezte, hogy egyáltalán nem akar Magyarországon kívül dolgozni. Minek kéne történni ahhoz a fizetésemelésen kívül, hogy ez a helyzet megváltozza? Az volt az érdekes meg a felmérésben, hogy a fizetéseket, a béreket utolérték a munkakörülmények, tehát hogy miért akarnak, vagy miben látják a legnagyobb problémát a magyar egészségügyben, és egy egyértelmű váltásra van szükség a magyar egészségügyben, tehát nem elégséges az, hogy mondjuk 100 milliárdra konszolidáljuk a kórházadóságot, és ez a rossz rendszer tovább zötyök, hanem egy paradigmaváltásra van szükség, és hogy többen fogalmaztak, egy mély levegőre a politika és a szakma részéről is komolyan bele kell nyúlni, és szerkezetében kell átalakítani ezt a rendszert, hogy működőképes, fenntartható legyen, hogy mi szoktunk fogalmazni, egy élhető és fenntartható hálapénzmentes egészségügyi rendszer legyen, mert ha nem, visszafordítatlan folyamatok érnek a végükre, tehát hiányzik egy komoly 35-44 év korosztályi korosztály, ami például az oktatásban nagy hiány, hiszen ez a felmérés megmutatta, hogy a gyakorlati képzéssel nem elégedettek a hallgatók. Na de a hálapénz rendszer megszüntetése az olyan, mint egy ilyen örökzöld valami, hogy meg kell szüntetni a hálapénzt. Ugye épp a ma reggeli lapszemléből olvastam föl egy idézetet, hogy Zombor Gábor is a legfontosabb feladatának tartja a hálapénz megszüntetést, és hozzátettem, hogy szerintem legalább 3 generáció szükséges ahhoz, hogy Magyarországon a hálapénzrendszer megszűnjön. Ez nem működő modell, amit ön mondott, hogy 3 generáció, tehát hálapénzrendszernek ebben a ciklusban meg kell szűnni, mert beleszocializálódunk. Tehát amikor én 50 éves főorvos leszek, és hozzászoktam, hogy hálapénzből élek, nem fogok partner lenni a változtatásban, illetve nagyon nehezen leszek partner a változtatásban, és nagyon fontos, hogyha komoly... De hol van az a pénz, amelyik megszünteti ezt a hálapénzrendszert? El kell fogadjuk a szakértőnek azt a véleményét, hogy Magyarország makrogazdaságilag nincs olyan rossz helyzetben, hogy mindössze 4%-ot költsünk GDP arányosan az egészségügyre, tehát van ott 2% a költségvetésben, amit az egészségügyre kell költeni, és el kell fogadja az a döntéshozó, akinek ezt a döntést meg kell hozni, hogyha ezt nem teszi meg, a politikai és egyéb felelősség az övé, amennyiben a jövőben visszafordítatlan folyamatok következtében akár betegek maradnak ellátatlanul. És itt nagyon fontos, ha a politika mégis úgy dönt a mostani döntéshozó, hogy belenyúl a rendszerbe, hogy a másik oldal mit csinál. Hogyha politikai szintére visszük az egészségügy átalakítását, az gyakorlatilag a kudarcát jelenti, hiszen ez egy nagyon kényes kérdés. Tehát partnernek kell lenni az ellenzéknek is abban, viszont a döntés joga az még csak a kormány kezében van, és a felelősség is őt terheli, ha nem fog úgy dönteni, hogy igen, beleteszek 2%-ot, és teljesen átalakítom a rendszert, hogy ne legyen pazarló, hiszen az a vád ér minket állandóan, hogy az egészségügyi rendszer pazarló, amit mi el is fogadunk, csak hát mi abban hiszünk. Minden pazarolna? Például egy egyszerű dolog, annyira spórolunk, hogy már pazarlunk. Elmondtam egy konferencián, és valaki azt mondta, hogy erős volt, valaki azt mondta, hogy nagyon jó volt. Olcsó gumikesztyűt vesznek nekünk, egy műtét alatt háromszor kiszagad, háromszor húzok új kesztyűt, vagy annyira vékony, ahogy fogalmaztam, belegszaga átérzik, ezért kettőt húzok. Ez eleve pazarlás, hiszen valószínűleg kettő ára meghaladja egy jónak az árát. Itt is pazarol a rendszer. Mi is pazarlunk, mint orvosok, mert a hálapénz miatt a saját betegünk ellátásában vagyunk érdekeltek, és egyáltalán nem vagyunk motiválva abban a tekintetben, hogy a rendszer hatékonyságát nézzük, és nem is nézzük, nem is érdekel, hogy kérek még egy laborvizsgálatot, kérek még egy ultrahangvizsgálatot, még egy CT-t, hogy bekerül a kórháznak. Mert nem vagyok motiválva, hogy én erre figyeljek. Tehát
Nekünk is szükségünk van egy szemléletváltásra, csak... Na, de azt egy kórházigazgató el tudná érni, hogy ott a kórházán belül valami szemléletváltás legyen. Nem tudja elérni, mert nincs tekintély a munkahelynek. Tehát ha engem kirúgnak, megvonom a vállamat, és elmegyek külföldre, hiszen annyira keveset keresek, semmi nem köt fogalmazok így ez a munkahelyhez. Tehát ha egy kórházigazgató azt mondja, hogy egy osztályon, azért nézzétek már meg gyerekek, nem kell mindenkit üptre elküldeni, CT-re. Nincs jelenleg ilyen, nem tudja ezt megoldani egy kórházigazgató, mert egyszerűen nem tudja megoldani, mert nem fogják betartani ezeket az intézkedéseket, az orvosok mind, hogy nem tartják be a várólistákra vonatkozó szabályokat, mert nem motiváltak ebben a tekintetben. Tehát nyilván GDP arányosan bele kell tenni azt, ami jár, és mi elmondtuk, szerintem mi voltunk az egyetlenek, akik ilyen nyíltan és egyetlen elmondtuk, hogy a betegnek igénye van a szolgáltatás vásárlásra, és erre meg kell teremteni a lehetőséget, akár az állami egészségügyben, akár magánintézményekben, ez a szakmapolitikus és a szakértők dolga modellezni, hogy hogy fog jól működni, de azt mondja minden szakértő, hogy jelenleg is a magánforrás, tehát amit az emberek saját zsebből fizetnek, az 30-35%, ami jóval magasabb, mint az Európai Unióban az átlag, tehát ezeken az arányokon is változtatni kell, és ezeket a forrásokat ki kell tisztítani. Tehát mi nem legalizálni akarjuk a hálapénzt, de ha a betegnek igénye van a saját orvosra, és mi ezt mondtuk, mert ezt mutatta a felmérés, amit a Synapsis Kft-vel végeztünk, akkor a saját orvosválasztásra az igényt meg kell adni. Hogy ez milyen formában lesz, véleményünk szerint be kell vonni a szakmát, be kell vonni minden politikai oldal szakértőit, hogy egy konszenzus szülessen, és senki ne érezze úgy, hogy kizárták, és emiatt ellene. Ön már beszélt ezzel az új államtitkárral? Nem hivatalosan beszéltünk, tehát több konferencián találkoztunk, és a közeljövőben a Magyar Rezidens Szövetség elnöksége elmehet az államtitkárságra, és egy megbeszélés folytatott, és remélem, hogy ezek a megbeszélések elég sűrűek lesznek, és mi mindenben támogatjuk az államtitkárt, amiben komolyan gondolja, hogy a hálapénzrendszert meg kell szüntetni. Na akkor jöjjön majd el akkor, amikor már tárgyalt az államtitkárral, jó? És akkor meghallgatjuk azt, hogy mi volt ott az eredmény. Köszönöm szépen, köszönöm. Most jön a híradó, aztán a Start Plus érdekes vendégekkel.